Sziasztok! Úgy jött ki a lépés, hogy ezúttal egy ilyen misztikus sötétségben kell felvennem ezt a videót, de ez illik is a mostani témánkhoz, ami nem más, mint a görög mitoló mitológiának a különböző szörnyei, lényei, furcsa, legendás alakjai. Nem a teljeség igényével készült ez a lecke sem, mint ahogy a többi sem. Lehet, hogy lesz, akinek hiányérzete lesz, hogy bizonyos lények nem kerültek be. Szóval ez most ez egy szubjektív válogatás a görög mitológia legendás lényeiből kezdjük is az elsővel, vagyis az elsőkkel, akik nem mások, mint a szatírok. A szatírok erdei démonok, ők Dionysos állandó kísérői. A származásuk az bizonytalan, vannak olyan források, amely szerint Hermész az apjuk. A szatírokról tudni kell, hogy ők nagyon szilai érzéki lények, akik szeret, bulizni, szerették a bort, folyton hajkurázták a nőket, legyen szó nimfákról vagy földi halandó nőkről, tehát nagyon szerették a testi szerelmet. Innen ered egyébként, vagy valószínűleg innen jött a mai jelentése is a szatérnak, ugye ma általában a, a mutogatós bácsikat szoktuk szatérnak hívni, vagy aki valamilyen közszemérem sértést követel, és ma a mai nyelvhasználatban egyáltalán nem egy vidám hangulatú szó a szatír, de az ókori mitológiában tulajdonképpen jó fejek voltak a szatírok, Általában barátságosak voltak az emberekkel, bár az is igaz, hogy szerették a csínyeket, időnként ellopták az embereknek az állatait, és abból is időnként sportot űztek, hogy, hogy az erdőben ijeszgették az embereket. De azért alapvetően ők barátságos lények a mitológiában. Kezdetben kecske alsótesttel és szarval ábrázolták őket, tehát tulajdonképpen ilyen félig ember, félig kecske lények voltak, azonban rég később ez a kecske alsó test ez, ez eltűnt, és csak a szarv, illetve a kecskefarok maradt meg, és innen innen ez a kettő utalta számozásukra, illetve a nagyon érzéki természetük. A római mitológiában egyébként faunnak hívták a szatírokat, tehát ott faunok voltak a szatíroknak a megfelelői. A következő mitológiai lénycsoport, vagy ilyen faj, ha úgy tetszik, az a kentauroké. Ők félig ember, félig lovak, félig emberek, félig lovak voltak, és ez a származásukból adódott, hiszen egy kentaurosz férfi nemzette őket egy kancával, tehát tulajdonképpen ilyen ember-ló hibridek voltak. Az alsó testük, vagyis hát nem, az egész testük tulajdonképpen egy lótest volt, csak a, ahol a ló feje lenne, ott, ott egy férfi felsőtest nőtt ki, ezt láthatjátok is ezen a képen, itt egy kentaur látható a hátán Erosszal. Na tehát a kentaurok félig ló, félig férfi lények, és ők kifejezetten nyers, erőszakos, megint csak nagyon buja lények, akik a bortól teljesen az eszüket vesztették, és nagyon durván viselkedtek. Egy kivétel volt, volt -e, van a mitológiában egy Keiron nevű kentaúr, aki egy nagyon bölcs és higgadt um, félig ember, félig ló, és aki aztán nagyon sok mitológiai hősnek lesz a nevelője. Tehát a kentaurok azok, azok kifejezetten vad lények voltak. Következzék Kiméra. Ő egy nagyon-nagyon ijesztő lénye a mitológiának. Két, már a szülei is tulajdonképpen szöntszülöttek voltak, Tüfón és Ekigdé, Ekidné lánya, bocsánat, ez kicsit nehéz kimondani, tehát Tüfón és Ekidné lánya. Oroszlán feje volt, kígyófarka és kecske teste, de ez aztán később már variálódott, amint láthatjátok, ezen a, ez a szobor sem tartja már a kecske testet, de azért itt is látszik az oroszlán fej, meg a kígyó farok. Az a lényeg, hogy egy nagyon félelmetes, veszedelmes, emberevő szörny volt, aki egy barlangban élt, és mindenkit megölt a torkából kitörő lángcsóvával, tehát volt egy ilyen sárkány beütése is. És, mint mondtam már, a szülei is borzasztó, ijesztő szörnyek voltak. Az anyja az egy a felső testétől, tehát a deréktől fölfelé egy nagyon szép nő volt, de alul kígyó teste volt, az apja pedig szintén egy szörnyalak volt, akit gája nemzet tartarosszal, tehát egy ilyen szörny családból származó szörny utód kiméra. És volt neki egy édes testvére is, szintén Tüfón és Ekidné fia a Kerberosz, aki talán egy kicsit ismertebb még a kiméránál is. Ő egy háromfejű kutya, a nyaka körül kígyók voltak, és a farka pedig egy sárkány fejben végződött, és Kerberosz azért is ismert, mert ő őrizte az alvilág kapuját. Tehát tulajdonképpen hádésznak volt alárendelve, hádész szolgája volt, és az volt a dolga, hogy megakadályozza, hogy az alvilágból kijöjjenek a holtak. Tehát ő volt az alvilág őre, a latin neve egyébként szerberus, és a hétköznapi nyelven is inkább szerberusként szokták emlegetni, ha előkerül. És mivel állítólag azokat is megtámadta, akik befelé mentek az alvilágba, ezért szokás volt az ókori Görögországban a halottak mellé ilyen mézes süteményt tenni, hogy lekenyerezzék Kerberoszt, és ne bántsa a halottnak a lelkét. Ő benne volt egyébként a Percy jackson és ha visszagondoltak, a Harry Potterben is van egy nagyon hasonló lény borzaska, aki egy ilyen háromfejű ö, kutya, és egyébként ugyanúgy zenével lehet elaltatni, ahogyan orfeusznak is sikerült Kerberoszt a muzsikájával megszelidítenie. Tehát ilyen helyeken is visszatérnek az ókori mitológia lényei. Na de menjünk is tovább, és nézzük a következő mitológiai lényeket, ők pedig a szirének. A szirének alapvetően nem indultak szörny alakoknak, az apjuk egy folyamisten volt, az anyjuk pedig egy múzsa, és eredetileg nagyon szép fiatal nők voltak a szirének, akik nagyon szépen énekeltek, tehát nagyon szép hangjuk volt, és ott követték el a hibát, hogy a fejükbe szállt ez a dicsőség, és versenyre hívták ki a múzsákat. Annyira büszkék voltak a hangjukra, hogy azt hitték, hogy a múzsákat is legyőzhetik, és hiba volt keresni a bajt, hiszen egyrészt alul maradtak a múzsákhoz képest, másrészt pedig büntetésül, ilyen testű, szörnyalakokká változtatták őket, tehát félig nők voltak, félig madarak és embereket ettek, és a mai napig egy tengelszorosban tanyáznak, vagy legalábbis a mitológia szerint egy tengelszorosban tanyáznak, és az a módszerük, hogy az énekükkel magukhoz csábítják a hajósokat, és megölik őket, és kiszívják a vérüket. Ezen a vázaképen pedig odysseus láthatjátok, aki trükkös módon megúszta a sziréneknek a, a, félig csábítását, félig támadását. Ugye Odysseus úgy játszotta ki a sziréneket, hogy viaszt tömött a füleibe, és oda kötöztette magát az árbóchoz, hogy még véletlenül se csábuljon el a szirének énekétől, és ezt a jelenetet láthatjátok itt ezen a ókori vázaképen. És természetesen a szirén név az a mai sziréna szóban van meg. A következő mitológiai alakok a mojrák, ők három nő alak, Zeus és Temis lányai, és ők a sors három istennője, az egyikük, az egyikük fonja az élet fonalát, a másikuk gombolítja, a harmadikuk pedig, amikor eljön az ideje, akkor elvágja. A rómaiaknál egyébként párkáknak hívják őket, és a skandináv mitológiában is megvannak a megfelelőik, a nornák. És az az érdekes, hogyha megnézzük a görög mitológia történeteit, akkor egy csomó ponton rá lehet jönni, hogy tulajdonképpen a, a sors, a végzet az még az isteneknél is egy erősebb hatalom, és hogy a, a, párkáknak, vagy majráknak, még az istenek, még Zeus sem tud parancsolni nekik, tehát még Zeus is alá van rendelve a sorsnak és a végzetnek. Tehát ők voltak a majrák. A következő figurák szintén olyan nők, akiknek rosszul alakult a, a, sorsuk egy végzetes hiba miatt. A, a gorgók eredetileg gyönyörű szép lányok voltak, hárman voltak egyébként, az egyiküket úgy hívták, hogy Medusa, ő volt az egyetlen halandó, és mivel Poseidonnal szeretkezett Aténé templomában, az istennő Pallas Aténi ez, ezen annyira feldühödött, hogy mind a három nővért elcsúfította. Agyaruk nőtt, bronzkezük lett, meg arany szárnyuk, pikkelyes lett a nyakuk, és ami a legborzasztóbb volt, hogy minden egyes hajszáluk helyett kígyó nőtt ki a fejükből, és annyira borzasztóan néztek ki, hogy aki, aki, rájuk nézett, az azonnal kővé És mint mondtam, medúza volt az egyetlen halandó közülük, és őt Perseus ölte meg egy trükkös módszerrel, pedig úgy, hogy a pajzsában tükröződve figyelte Medúszát, és úgy sikerült levágnia a fejét. Tehát tulajdonképpen egy elég, elég szomorú történet az övék, de ők egy nagyon gyakran, főleg a Medusza, egy nagyon gyakran előkerülő mitológiai alak. Aztán a következő csapat, az erinűszöknek a csapata. Róluk több változat is van a mitológiában a származásukról. Az egyik szerint ők is akkor születtek, amikor Uránusz meghalt, és a Uránusz kicseppenő véréből fogant őket gája. Ők hárma vannak, mint mondtam, és ők is hádésznak a szolgálói. Mégpedig az a feladatuk, hogy ők időnként feljönnek az alvilágból, a földre, és a jogtalan erőszakot büntetik, mint például a a rokongyilkosságot. És az a módszerük, hogy, hogy folyamatosan üldözik azt a bűnös lelket, akit meg kell büntetniük, és addig üldözik, amíg végül az őrületbe kergetik. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a lelkismeret furdalásnak a megtestesítői ők a görög mitológiában. És az az érdekes, hogy miután megbüntették az adott embert, utána viszont már elmúlik ez a, ez a gonoszságuk és jóindulatú a kábánnak, jóindulatúakká válnak, tehát tulajdonképpen ők, ők nem a klasszikus értelemben véve gonoszok, hanem nagyon szigorúan büntetik azt, aki, aki, megérdemli. És a görög mitológia, vagy a római mitológiában pedig fúriáknak hívják őket, és mint látjátok, ilyen szárnyakkal szokták őket ábrázolni. Kicsit ki is nagyítom ezt a képet, hogy lássátok, bár egy nem különösebben jó minőségű rajz egy vázaképnek a, az át, másolt változata. Aztán hátra van még Pegazus, aki szintén egy ilyen furcsa hibrid, azt lehet mondani, ő egy szárnyas ló, egy szárnyas paripa, és ő annak a násznak a hát terméke, amiről az imént beszéltem, őt Poseidon nemzette medúszával, és akkor szökkent elő az anyjából medúszából Pegazus, amikor levágta Medusa fejét, Perseus. ő egy darabig a Helikonon és a Parnassoson legelt, és egyébként arról volt híres, hogy a léptei nyomán források fakadtak, és később pedig az Olimposzra került, és tulajdonképpen elég, elég nagy becsben volt, hiszen Zeus villámát hordozza, és később pedig a szárnyaló képzeletnek a a jelképe lett a pegazus, hiszen a helikon az a, az a múzsák lakhelye, a Parnassos, vagy latinosan Parnassus pedig az ihletnek egy ilyen szimbolikus helyszíne a görög mitológiában. Tehát van egy ilyen toposz a, a kultúrában, hogy a pegazus az a szárnyaló képzelet, ami az ihlet felé repíti az embert. Aztán a következő lény egy nagyon tragikus szereplője, szerintem nagyon tragikus szereplője a, a görög mitológiának. Ő egy krétai származású, hát tulajdonképpen királyfinak is lehetne mondani, hiszen az anyja egy királyné volt, és tulajdonképpen Minotaurus az apja kevésségének és, és kivagyiságának köszönhette a, a születését, meg a tragikus sorsát. Ugyanis Minosz mielőtt király lett volna Krétán, Poseidon jóslatát kérte azzal a kapcsolatban, hogy király lesz -e belőle, és Poseidon pedig megerősítette abban, hogy ő lesz a király, és küldött neki egy fehér bikát, ami a tengerből jött elő, és azt, azt kérte Minosztól, hogy miután királya koronázzák, áldozza föl neki ezt a bikát. Azonban Minosznak annyira megtetszett ez a gyönyörű, szép, fehér bika, hogy egy, hogy egy másik bikát áldozott Poseidonnak, és bízott abban, hogy majd nem jön rá. De nagyon rosszul sült el a történet, ugyanis Poseidon bosszúból egy őrületet küldött Minosznak a feleségére, a királynéra, aki beleszeretett ebbe a fehér bikába, és addig ügyeskedett, amíg, amíg egyesülni is tudott vele, hogy ilyen szépen fogalmazunk, és ebből a názból született Minotaurus, aki egy bikafejű, embertestű és bikafarkú lény volt, aki ráadásul egy nagyon vérszomjas, nagyon zabolázhatatlan ö, lény lett, itt látható szintén egy régi vázaképen, és egy idő után már az anyja sem bírt vele, meg senki nem bírt vele, ezért fölépítették Daidalosszal, Kréta-szigetén a labirintust, és ide zárták be a minotaurus -t. És az aténiaknak bizonyos időközönként, azt hiszem egy évente vagy három évente, már nem emlékszem, az a lényeg, hogy, hogy fiatal lányokat és fiúkat kellett áldozni a Minotaurusnak egészen addig, amíg, amíg egy aténi hős, Tézeusz el nem döntötte, hogy legyőzés, és le is győzte a Minotaurus, de ez már messzire vezet ez a történet. Az a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon szomorú, sorsú, mitológiai lény a Minotaurus aki tulajdonképpen semmiről sem tehetett, és mégis ilyen borzasztó élet jutott neki osztályrészül. Hát ennyi lett volna a legendás lények a görög mitológiában című videó, kicsit elhadarva és meglehetősen vázlatosan. Hamarosan jelentkezem egy újabb okossággal, addig is, sziasztok!